Jól tereltek idén a méhek, de a szárazság már a téli időszakban is jelentkezett, mondta el a stábunknak a Baranyai Méhészeti Szaktanácsadó. Máj Gábor az idei szezont értékelte. A szerencsénk volt viszont a repce, akác, illetve a hárs mézelését megelőzően mindig elegendő mennyiségű csapadék érkezett, úgyhogy a csapadék hiány nem befolyásolta a mézelést, és így mind repcéből, mind akázból, mind pedig hársból viszonylagosan jó termés született. Akázból azt el tudjuk mondani, hogy az elmúlt 10 év legjobb termése, mind mennyiségben, mind pedig minőségben, és a hársnál pedig én megkockáztatom, hogy az elmúlt 20 év legjobb termése született a megyében, illetve itt a Dél-Dunántúli régióban. A napraforgó tekintetében már problémásabb volt a helyzet, de a régióban a számottevő kár nem keletkezett. Az aszály majd a későbbiekben jelentkezett, leginkább a napraforgónál, és a jobbára ez is még inkább csak a vándormészeket érintette, azok, akik az alföldi régióban elvándorolnak, elköltöztetik a méheket, hiszen ott vannak a legjobb napraforgós területek, mind vetett hektár tekintetében is, illetve ugye a föld minőségét tekintetében is, hiszen a napraforgó ezt a fekete föld talajt kedveli, nem azt a jellemzően barna erdő talajokat, mint ami Baranya megyében van, és hát ezt a részt ugye érintette leginkább az aszály, úgyhogy kijelentetjük, hogy az idejében nem volt érdemes vándorolni sajnos az alföldre, viszont a megyében a napraforgó is egy picivel többet adott, mint az elmúlt években, úgyhogy én azt gondolom, hogy a megye méhészei eddig egy jó évet tudtak zárni. Itt azonban még nem ér véget a méhészek munkája, hiszen további teendőik vannak annak érdekében, hogy a következő szezont jól tudják elkezdeni. Ami most igazából ugye a mezőgazdaságon keresztül ugye sújtja az aszály az ágazatot is, itt hát leginkább ugye a vízpótlásra kell odafigyelni a méheknél, tehát a folyamatosítatásra, és hát majd ez az aszály, ez rá fogja nyomni a bélyegét sajnos majd a telelésre, hiszen nincs megfelelő mennyiségű virágpor jelen pillanatban, mert a lágyszárú növények, amik ilyenkor megindulnak virágozni réteken, legelőkön, ezek hát sokkal kevesebb van belőlük, ez látható, hiszen kiszárad, kisül, kiég, és hát a méhcsaládok így kevesebb virágport tudnak begyűjteni, aminek eredménye az, hogy nem fognak tudni úgy felkészülni majd a térre, ha csak nem jön meg a csapadék, és nem indul meg a későbbekben ezeknek a növényeknek a virágzása. Számos dologra oda kell még figyelni a méhek teleltetésekor, sőt, már a felkészítés időszakában is. Az idei évben azt mondhatjuk, hogy sem repce, sem napraforgó alatt nem volt jelentősebb mennyiségű méh elhullás. Ez köszönhető talán a gazdáknak is, a tekintetben kicsit jobban odafigyeltek a méheinkre, és a körülmények is egy kicsit kedvezőbbek voltak, hiszen hogyha megtörténik egy növényvédelmi kezelés, ami szükséges akár repcénél, akár a napraforgónál, és jön egy csapadékosabb idő vagy etap, akkor higul ugye a vegyszernek a mennyisége, és ennek következtében nem volt jellemző, és nem is történt bejelentés méh elhullás tekintetében. Régiónként vagy területenként természetesen változik, attól függ, hogy mennyi csapadékot kap a terület. Voltak minimálisan, de nem tartottuk érdemesnek az idei évben bejelenteni. Összességében tehát elmondható, hogy kifejezetten jó évet zártak a régió méhészei, mind minőségben, mind mennyiségben. Bár a mezőgazdaságban rengeteg gondot okoz az aszály, ez a méhészeti ágazatra nem nyomta rá bélyegét.